Betiltják a TikTokot Amerikában? Hát eléggé úgy néz ki. Na szavaztok srácok, anyuk üdvözlök minden kedves nézőt, Ricsi vagyok, és nemrégiben értem haza edzőmérkőzésről, ahol szerencsére nyertünk. És így olvasgatom a híreket, aztán megláttam egy-két cikket, hogy Donald Trump a TikTok betiltását tervezi. Illetve bedobott egy-két amerikai TikTokertől videót, ahol láttam, hogy sírnak, meg hogy nem akarlak titeket elveszíteni. Mondom, hát ennek utána olvasunk. Egyébként nekem is van egy TikTok profilom, ahol már több mint 63 ezeren vagyunk, szóval ezért is vagyok érdekelt a témában, és még gondolom sokan mások azok közül, akik nézik a videót, ugyanis szinte a legtöbb embernek már van TikTok profilja, ha nem is teszel videókat nyilván, de szokott nézegetni. Az elmúlt egy hónapban már eléggé sokat lehetett előre hallani, először Mike Pompeo szólalt meg az amerikai kormány külügyminisztere, hogy be kellene tiltani a TikTokot, majd ugye Donald Trump kabinet főnöke szólalt meg az üggyel kapcsolatban, hogy már csak pár hétre vagyunk ettől a tiltástól. Ugye a TikTok egy kínai cég által birtokolt alkalmazás, és mióta elkezdődött ez a dráma, azóta próbálják bebizonyítani azt, hogy nem jelentenek veszélyt sem az amerikai, semmilyen állampolgárok felhasználókra. Hát nem igazán sikerült jól, ugyanis most már tudjuk, hogy Donald Trump elég erősen fontolgatja azt, hogy be kell tiltani a TikTokot. Az amerikai kormány elkezdte már azt vizsgálni, hogy egyáltalán meghozhatnak-e egy ilyen tiltó döntést. Hát végül is egy részleges tiltást már bevezettek, ugyanis Amerika úgymond fontosabb emberei már nem használhatják az alkalmazást. Még nincsen meghozva a döntés, de az, hogy ez mennyi idő, vagy tényleg meg lesz-e, azt senki nem tudja, de nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy ez így bármikor bekövetkezhet. És ugye rengeteg olyan amerikai TikToker van, akik ebből érnek meg, hogy ugye a videóikban szponzorációk vannak, tehát a legnagyobb TikTokosok is biztos, hogyha ilyet mondanak nektek, a Charlie D'Amelio-ról testvére, Addison Rae, őket biztos ismeritek. Velük így mi lenne? Most jó, hát át tudnak menni nyilván másik platformokra, de azért mégiscsak durva. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a ti véleményetekre, remélem, hogy azért érthetően el tudtam mondani azt, hogy most mi a helyzet. Írjátok le kommentbe, hogy szerintetek mi lesz ennek a vége. Igazából ezt most csak ilyen gyors helyzetjelentőnek terveztem, remélem, hogy tudtátok értelmezni, és hogy tetszett nektek ez a videó. További szép napot mindenkinek, találkozunk legközelebb, sziasztok!